11 0 ás gólkülönbség legutóbbi négy meccsükön a labdarúgó MB2-ben, eddig a legtámadóbb futball 36 találattal 18 forduló alatt, és ezzel már a másodosztály élére is állt a tavaly hetedik helyen végző, a kupából közben kizárt Soroksár SC, amelynek kispadján egy éve ő Lucsánszki Tamás vezetőedző, ő a vendégünk. Jó reggelt kívánok, szervusz! Jó reggelt kívánok, szervusz! Tamás, tavaly fél időben a csapat az Pont ellenkezőleg, mintha megfordítottuk volna a Az utolsó helyen állt az MB2-ben, aztán jött egy nagyszerű tavasz. Mi változott akkor? Tehát, hogy ha egy filmesen kérdezném, tudod-e, hogy mit tettél a tavaj télen? Igen, a, egyszerűen a felfogás változott, én, a, én úgy gondolom. Tehát sikerült megerősíteni is a keretet, ahhoz szükség volt. Ezt akkor én említettem is, és az egyszer a játékosok felfogása változott, meg én az undom más hozzáállással küzdenek a pályán és innentől kezdve a célok is mások, a belső motiváció egészen megváltozó. Na most ugyanezekkel a, mármint akik részesei voltak mind a két helyzetnek, azokról a futbolistákról beszélek, nem akik közben érkeztek. Ezek a játékosok, ezek hogyan formálódtak és hogyan formáltad őket? Tehát most, amikor erről beszélgettek, hogy hol vagytok, hol tartatok, és ennek mi az oka, akkor hogy tekintenek vissza a korábbi önmagukra? Én azt gondolom, hogy ők elfogadták azt a fajta munka, morált, amit én igyekeztem teremteni. Ebben van a, a különbség. Én szerintem, hogy lényegesen többet és nagyobb alázattal dolgoznak. Illetve kialakítottunk egy olyan kémiát az öltözőbe, egy olyan kohéziós erőt, ami, ami talán egészen másfajta, mint egyébként volt korábban. És ebben ők eredményesen tudnak teljesíteni. A képességekkel soha nem éreztem, hogy probléma van. Én ezt rögtön közöltem is velük, amikor ugye együtt elkezdtük a munkát. Ez azt jelenti, hogy nálad a te érkezéseddel sokkal nagyobb lett például a szigor? Nem, inkább más, tehát én nem vagyok egy szigorú típusú edző, megkövetelem természetesen azt a rendet, ami egy, egy futballcsapatnál vagy egy közösségnél feltétlenül szükséges, de nem mondanám magam különösebb szigorú edzőnek, inkább azt gondolom, hogy a következetesség és az őszintesség az, ami, ami fontos számomra. Na most eh, ahhoz képest, ahogyan az tavasz sikerült eh, nyáron, elégedett voltál-e a további erősítésekkel? Igen, én azt hiszem, hogy a legnagyobb erősítésnek az számított, hogy együtt tudtuk tartani azt a tavaszi eh, csapatot, és, eh, és eh, tulajdonképpen ez is az az állandóság, ez a folyamatosság az, ami, ami eredményre vezet jelen pillanatig. Um, Mennyire és hogyan meghatározó a szereplésetekben a, az, hogy a sorosár, úgy hívják, hogy a kis Fradi, tehát a Fradival való együttműködés? De egyértelműen meghatározó, hiszen az az egyik célkitűzése a klubnak, hogy a Fradinál azok a fiatal játékosok, akik nem tudtak az mb 1 es keretbe maradni erre az mb 1 szereplésre ugye felkészülhessenek nálunk, és nyugodtan mondhatom azt, hogy, hogy, akik nálunk vannak tehetséges fiatalok, és úgy gondolom, hogy be is fognak mutatkozni az NBA 1 egy előbb utó. Hát pontosan azt lehet mondani, hogy ez az áldás, hogy ilyen tehetségek játszhatnak nálatok, ez egyben átok is lehet az a kérdés, hogy te készülsz -e rá, hogy rá, hogy két Ádámot, Holcerkapus és Csillus télen az ülői útra kerül? És hogyan fogod őket pótolni? Hát ugye még hivatalos állásfoglalás ezzel kapcsolatban nincs. Nyilván nehéz pótolni, akár egyik, akár másik játékosról beszélünk, de a másik szemünk az meg ugye örül annak, hogy, hogy NB1-es tagsággal fognak rendelkezni, illetve bemutatkozhatnak, illetve az, az Olci ugye ő már stabilan védett mb 1 be annak nagyon örülök egyébként, hogy, hogy nálunk ez is fontos, hogy azok a játékosok olyan motivációt éreznek, mint például ő is, hogy visszatudjuk őket esetleg az nb egy felé, hogy így mondjam, terelni. Tehát, hogy, hogy akkor ti egy olyan csapat vagytok, ahonnal ki lehet lőni a rakétát újra? Igen, igen, én bízom benne, hogy ez így van. Na most, de ha azt nézzük, hogy erős tavasz, és utána elindult az ősz, az nem indult valami fényesen. Az elején miért akadozott a játék? A sorsolásunk is nehéz volt, és azt gondolom, hogy a tavaszi menetelés után egy kicsit fejben is elfáradtunk, illetve hát azt gondoltuk, hogy, hogy a kevesebb elég lesz. Szerencsére ebből azért mostanra már kiláboltunk, és van egy, egy olyan szakmai rész is a dolgnak, hogy amíg tavasszal egy második szándékú futballal voltunk sikeresek, addig ezen változtattunk idén ősszel, és ezt mutatják a, a számok is már rugott tekintetében, hogy, hogy most egy első szándékú futballt játszunk. Tehát ez a fejlődési folyamaton ezen végig megyünk, vagy megpróbálunk végigmenni. Akkor, ez, hát akkor ezt, akkor ez úgy fogjuk fel, hogy ez a változás, ez egy fejlődési tehát Én úgy tekintek rá. A második igen. szándékú az akkor még olyan állapotban volt az a csapat ahogy épült most már lehet. Támulni. Igen hát egy, egy folyamatos játszani. stabilizációból próbálunk átmenni ugye nyilván egy olyan támadóbb szellemi még egyszer kezdeményezőbb játék felé aminek az átmenete reményem szerint hogy ez az oka annak vagy ez az egyik oka annak hogy ott akkor egy kicsit bukdácsoltuk. Olyan sokáig nem mert az első három forduló után mintha kicserélték volna a csapatot akkor mi történt ott. Akkor fordult, tehát ez a folyamat hirtelen? Hát én, én azt gondolom, hogy még egyszer van ez a szakmai része, a másik része, a játékosok pedig rájöttek arra, hogy ez nem fog úgy menni, ahogy a korábbi gondolkodás gondolkodásmóddal, és akkor egy kicsit változtattak ezen. Ugye a másik dolog meg az, hogy azért nekünk egy feszített, idegileg feszített tavaszunk volt, függetlenül attól, hogy a vége felé ugye már tényleg azt lehet mondani, hogy hogy hát nagyon jól játszott a volt, csapat, igen. és szellemesen is futbolozott, mert akkor már lekerült a teher, de azért ennek az idegi fáradtságnak azért valahol ki kellett jönni, elég rövid volt a pihenő. Na most, ha te meg kéne, hogy nevezd ennek a közösségnek, vagy ennek a csapatnak a fő erősségeit, mármint karakterében, akkor mit mondaná? Hát egyértelműen azt tudom mondani, hogy az öltözői kémia, a kohézió és a közösség ereje az nálunk nagyon. Egyébként is nagyon nagy hangsúlyt fektetek a így mond a csapataimnál erre a dologra, de itt, itt, itt tényleg azt gondolom, hogy, hogy sikerült megteremteni olyan ereje van ennek a dolognak, ami, ami azt mondom, hogy örömbe menni az öltözőbe, minden játékos azt gondolom, hogy jól is érzi magát, és ugyanez jellemző a, klubra is. Egy kicsit családias klub ez, de, de ugye nem lehet, miután a profi osztályban játszunk, nem lehet az eredményességtől ezt függetleníteni, és ez, ez, ez jól találkozik. Jó találkozik. Na most minden közösségben vannak természetesen vezérszerepek, és vannak meghatározó egyéniségek. Nálad kiket lehet kulcsjátékosoknak nevezni? Ugye, ugye, nálunk nagyon kedvező a helyzet, ugye abból a szempontból, hogy ugye én nem nagyon értek egyet ezzel a fiatal szabálya, mert mindig azt szoktam mondani, hogy a, ha ez 100 méteres futóra levetítenénk, akkor azt kellene mondanom, hogy a, a nem a leggyorsabb van benevezve a válogatottba, hogy körülbelül hanem a így mondjam, igen. hanem a legfiatalabb, azért ez így furcsa lenne. A futballban is ez van, tehát azt gondolom, de nálunk szerencsére tehetséges fiataljaink vannak, akik még egyszer mondom, biztos vagyok benne, hogy szinte mindegyik be fog mutatkozni előbb-utóbb az 1 be ez, 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 ez szerencse. Ez köszönhető ugye a Fradinak, illetve hát az idősebb játékosok is nálunk tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy mindegyik meg akarja mutatni, be akarja bizonyítani, hogy a korábbi pályafutása során, akit esetleg leírtak NB1-be, az még mindenféleképpen tud NB1-es szinten teljesíteni, illetve vannak olyan játékosok, akik pedig oda igyekeznének, és a két osztály határán vannak, és ez egy olyan belső hajtóerő, ami fontos. Na most lélektanilag milyen most a tabella első helyén állni? Most ezt azért kérdezem, mert biztos tetszik mindenkinek, de vannak-e veszélyei is? Tehát ahogyan, ahogyan, a búvároknál van mélységi mámor, itt van-e magassági mámor? Hát ugye ennek nagyon szoktunk örülni, így van, hogy most itt állunk, meg a jó szereplésnek tavasszal is rendkívül örültünk, de ugye én mindig azt szoktam mondani, hogy este megyünk aludni, tehát majd a 38. fordulóban meglátjuk, hogy ez az eddigi jó szereplés mennyit fog érni, mert akkor van végeredmény. Tehát ugye én mindig ezt mondom, most pillanatnyilag nem tudok rosszat mondani, nyilván hiszen a helyezés is mutatja, tehát most, most minden együtt van. De azt érzed, hogy most már vadásznak rátok? Tehát, vagy körülbelül mióta lehet ezt érezni, hogy mikor tolócsúttak az ellenfelek, hogy jé, itt van a soroksár, megérkezett a súranó pályán? Én, én azt gondolom, hogy most már elég nagy tekintélyt vívott ki magának a csapat. Ebben az MB2-es mezőnyben is köszönhető ez a tavaszi menetelésnek is, és most is, úgyhogy, úgyhogy minden mérkőzésre úgy megyünk ki, hogy meg kell nyerni, és mindig a következőt kell megnyerni. És természetesen ezt megnehezítik az ellenfelek azzal, hogy hogy készülnek belőlünk. Ugye most már a technika lehetővé teszi, egészen másképp működik az MB2. Ugye a technikai háttérre gondolok, most már ott is elég komoly mérkőzés, videóelemzés, mérkőzés, videó elemzés, elemzések, akkor elé, egyéb fizikális mutatóknak a, a folyamatos kielemzése, tehát egészen másképpen működik. Ugye biztos vagyok benne, hogy készülnek ránk, ez így helyes és normális is, és hiszen mi is ezt tesszük az ellenfelekből, és hát ezért minden mérkőzés feszült, rangadó hangulatú, egy jó motivációs indexel rendelkezik ma az MB2 egyébként, tehát ez, a, ez fontos. Tamás, azt mondnak, hogy a mindennek fényében van egy jó közösség, jó szerepel a, a csapat, a klub családias, jó működnek együtt az emberek. Hogy fordulhatott elő ez, ami a kupában előfordult, hogy egy ilyen adminisztrációs baki vagy hiba miatt kizárjanak benneteket? Hát hibáztunk. Hát én azt gondolom, hogy a, a, attól, hogy jó a közösség eredményesek vagyunk, a hiba is benne van, ezt el kell ismerni. Azt gondolom, mindannyian hibáztunk ebbe, ebbe. Adott esetben ugye nyilván meg kellett volna néznünk a kupa mérkőzéseket is, a bajnoki mérkőzésekre általában megkapjuk a, a hát újonnan igazolt játékosoknak a kupa elkerült a figyelmünket, és hibáztunk. Érdekes dolog egyébként azon a mérkőzésen, ahol ez a kiállítás történt, én magam ott ültem, tehát láttam, mert akkor még nem volt a játékosunk, ugye az Ádám. Igen, tehát hát, Ádám, így, van, így, van, igen. így van, de én magam is ott ültem, és eszembe sem jutott, hogy ez egy ilyen. Aha, tehát, tehát még is beugrott. Tehát még, így az mondom, látom, hát, hogy még, még, még ugye nekem sem. is sem személyesen, de még egyszer a klubnál, aki ezzel foglalkozik, hibáztunk, el kell ismerni hogy így mondjam, el is visszük érte a bal hét. Ugye. Igen. Na de viszont most egy fronton kell helytállnotok, és ott egyelőre jól megy. De mi van akkor, hogyha ez végig így megy? Következhet majd az élvonal, mert az például egy lehetőség az összes játékosnak, vagy arra, hogy visszatérjen, vagy arra, hogy végre bizonyítson, hogy ő első osztályú játékos. Járhatsz úgy, mint annyira egy Nagyon örülnék neki. Egyébként el tudnám viselni ezt a balesetet, így mondjam, mi idézőjel, de, egy csapatot de, az a, de az, a, az, az igazság, hogy azt szoktam mondani a játékosoknak is, hogy, hogy ugye az nagyon, nagyon, nagyon örömteli most például, ahol Cerádám esetében, hogy visszakerül egy NB1-es csapathoz, de t -t a legnagyobb Esély akkor van mindenkinek az egyén számára, és ha ő saját maga, ugye ezt úgy tudja, a csapaton és a közösségen belül magyar együtt tudunk kiarcolni egy ilyet, de ez elő sem fordul, mert ugye azt szoktam mondani, hogy este megyünk aludni, úgyhogy az még odébb van. Ugye, ami a, ami a, a, ami, a, 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 a nem a tudom, mert oda el se jutunk egyenlőre eddig még, mert még egyszer mondom, egy mérkőzésre készülünk. Én azt mondom, ha elérkeztünk oda, hogy át kell menni a hídon, akkor átmegyünk rajta, az egy másik döntés. Én a játékosoknak is azt mondom, nekünk a pályán van lehetőség bármit bizonyítani, és aztán utána, hogyha ez úgy alakul, hogy erre sor kerülne, de nagyon korainak tartok még erről bármit is beszélni, és nem is célkitűzés egyébként, de ha sikerül, akkor nyilvánvalóan onnan ez egy másik döntés az zöld asztal mellett, hogy hogy tudjuk ezt megoldani. De én azt gondolom, hogy a játékosoknak az a feladat, hogy a maximumot kihozzák magukból, és utána pedig van ennek egy, egy másik oldal az adminisztráció része. De a kettő az ugye nem tud megcserélődni, előbb kell, hogy elérjük a célt, hogyha ez cél, és akkor utána tudunk majd arról beszélgetni, hogy a klub mit tud ehhez és azt gondolom, hogy ez így normális is. Hát akkor minden esetre nektek dolgos ébrenlétet kívánok a majd tavasz végi sötétedésig. Köszönöm szépen, Köszönjük Nikolkán. szépen. Köszön.